hangosabban. Igenis, kapitány! Igazán kellemes időjárás fogadta azokat, akik vasárnap kilátogattak a Tolnai Dunaholták partján megrendezett Herbst Musik nevű szabadtéri zenés rendezvényre, aminek ezúttal a helyi ifjúsági fuvolzenekar tagjai voltak a vendégei. Most ugye nagyon kevés idő telt el a Las Vegas fesztiválunk óta, úgyhogy gyakorlatilag ugyanazt a műsort fogjuk most eljátszani. Ugye itt az iskola kezdéssel kapcsolatban azért nehéz volt összehozni most a próbákat. Nagyon sok egyetemista van a zenekarban, ezért ők ilyenkor különböző vidéki városokban mennek el tanulni, úgyhogy hát sajnos ugyanazt a műsor, hát nem sajnos, de ugyanazt a műsort tudjuk most is eljátszani. A műsorral bizony senkinek nem volt gondja. Ezt bizonyította az is, hogy a fellépés ideje alatt egyre többen jelentek meg a vízparton. A Herbst Musikot hagyományosan a Tolnai Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezi. Ennek már komoly múltja van a városban. A Tolnaváros Német Nemzetiségi Önkormányzatának hagyományos őszi télzenei koncertje, ez a Herbst Musik cím alatt fut, és ez a rendezvénynek az apropója, hogy Szent Mihály napjához esik közel, ugye akkor volt az Alm Abtrieb, amikor is a marhákat a hegyi legelőkről hazahajtották, és erre emlékezünk igazából ezekkel a télzenei koncertekre. Hála Isten, az időjárás kegyes volt hozzánk azzal, hogy meg tudjuk ismét rendezni. A régi korok emberei tehát nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a mezőgazdasági munkákhoz igazítsák az ünnepeik egy részét. Így volt ez ősszel a betakarítás végeztével és az állatok behajtásakor, valamint tavasszal is. Tavasszal is rendezünk egyet, a Szent György napjához esik közel, illetve ilyenkor ősszel pedig a Szent Mihály napjához közel eső vasárnap tartjuk meg. A Herbst Musikon már a környező települések több zenekara is bemutatkozott, a tolnai fiatalok viszont most zenéltek először ott. Az idei évben együttműködési megállapodást kötöttünk a zenekarral, támogatni tudtuk a valenciai versenyzésüket, és ezért cserébe a zenekar itt fellép nálunk. Ez az együttműködést mi hosszú távra tervezzük a zenekarral, tehát minden évben kitalálunk egy közös célt, amit mi tudunk támogatni.